Több száz tüntető gyűlt össze Bagdad központjában szombaton. A feldühödött tömeg az iraki miniszterelnököt hibáztatta az előző napi erőszakos összecsapásokért, amelyek során legkevesebb 40 ember meghalt. Bagdadban a biztonsági erők könnygázzal és hanggránátokkal támadták a Tahrir téren demonstrálókat. A hónap első felében 150 ember vesztette életét a kormányellenes demonstrációkon kitört összecsapásokban. Ez a könnygáz megöli az embereket. Másik kormányt akarunk. Nem ezt akarjuk. Reformokat követelünk, mondta az egyik tüntető. Milyen kormány ez? Az emberek éheznek. Azt akarjuk, hogy tűnjön el ez a korrupt kormány, panaszolta ez az asszony. Az ország egész területén demonstrációkat tartanak. A tüntetők csalódtak a politikai elitben, mert szerintük a sok éves konfliktus és gazdasági nehézségek után sem sikerült javítani az életkörülményeket. Az iraki parlament szombaton rendkívüli ülést hívott össze, hogy megvitassák a tüntetők követeléseit.